Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy valóban megtanuljál festeni? Mi ezt 4 lépésben határoztuk meg. Az első lépés az az, hogy tudd a színelméletet, a színkeverést, a különböző ecsetkezelési technikákat. A második lépés az az, hogy kezdj el reprodukciós képeken keresztül gyakorolni. Mit is értünk reprodukció alatt? Mások által megfestett festményeket kezdj el másolni, hogyha úgy tetszik, azért, mert ezeken a képeken nagyon jól látszik az ecsetkezelés, és nem neked kell kitalálni azt, hogy hogyan kell megcsinálni. A harmadik lépés az az, hogy kezdj el fotóról, fényképről festeni. Sokkal nehezebb fényképről, mint festményről festeni. A negyedik lépés pedig az az, hogy kezdj el különböző stílusokat kipróbálni azért, hogy megtaláld a sajátodat. És ahhoz, hogy az elejétől a végéig el tudj jutni a festés kezdőtől a profi szintig, létrehoztunk egy online festőtanfolyamot, ami 10 modulból áll, és ezeken a lépéseken vezet végig téged elejétől a végéig. Megosztom a képernyőt és mutatom a modulokat. Az első modul a festés alapjairól szól, ebből a modulból 2 fontos dolgot érdemes megtanulnod. Az egyik a 3 lépcsős színfelismerési módszer, amit hogyha megértesz, akkor onnantól kezdve csak ránézel egy színre és azonnal ki fogod tudni keverni. A másik dolog pedig az ecsetkezelési technikák, hogy hogyan vidd egymásra a különböző rétegeket. A második modul már a reprodukciók festéséről szól, ide összeválogattunk neked 7 különböző képet, mind a 7-et megfestjük a videóban 40x50-es méretben. Ezek olyan képek, amiket bátran ajánlunk kezdőknek is, mert viszonylag könnyű az elkészítésük és hamar sikerélményt adnak. Körülbelül 6-8 óra ezeknek a képeknek az elkészítési ideje. Aztán a harmadik modul a reprodukciók képek festéséről szól, de már haladó szinten. Ezeknek a képeknek az elkészítése több technikai ismeret szükséges, és már a méretük is nem csak 40x50-es, hanem van köztük 50x50-es, illetve 50x70-es méretű képek is. Ezeknek a képeknek a részletes kidolgozásához már ilyen 12-18 óra szükséges. És a negyedik modul a festőkés használatáról szól. Ebben a modulban megismerhetsz 8 különböző festőkés technikát, és ezt az 5 képet festjük meg a videóban, és ezeken a képeken keresztül gyakorolhatod a különböző festőkéses technikákat. Az ötödik modul igazából a reprodukciós képek festésének a királynője, amikor egy igazán híres festőnek a 10 millió forint értékű képét festjük meg. Ez a képhez mindössze 3 ecsetkezelési technika szükséges, egy a felhőkhöz, egy ide hátul a fákhoz, és az összes többi az egyfajta ecsetkezelési technikával készült. A képet azt 50x70-es méretben festjük meg a videóban, úgyhogy a te otthonodat is díszítse ez a gyönyörű 10 millió forint értékű kép, és fest meg te is a segítségünkkel. Aztán a reprodukciós képek festése után áttérünk már a fotóról festésre. Ugye az első modulban a fotóról festésnél az állatképek, állatszőrök, tollak festéséről lesz szó. A hetedik modulban a tájképekről, tehát referencia, fotó, fényképről alapján tájképek festéséről van szó. És a nyolcadik modulban már kipróbálhatsz különböző festési stílusokat. Itt ugyanazon fotó, fénykép alapján készítettük el a képet 2 különböző stílusban, és az, hogy ez a 2 különböző kép el tudjon készülni, ez kizárólag ecsetkezelésnek a kérdése. Hogy nézd meg, hogy neked melyik technika tetszik, melyik ecsetkezeléssel volt megcsinálva, és döntsd el, próbáld ki, hogy neked melyik jön be, melyik tetszik jobban. Aztán a 9. és a 10. modul már a portréfestésről fog szólni. A 9. modulban a videóban ezt a portrét láthatod, hogyan készül el. Így látod, ez egy viszonylag fotorealisztikus, részletesen kidolgozott stílusban készült el a kép. Ebben a modulban megismerheted a 9 lépéses módszert, amivel a bőrtónusokat lehet kikeverni.
és aztán itt is a portréfestés különböző stílusokban, itt is ugyanazt a referenciafotót használtuk, ahol ezt a két festményt két különböző stílusban készítettük el. Az egyiket látod, hogy realisztikus bőrszínekkel, de az ecsetkezelés az egészen durvább volt, foltosabb stílusban készült el, mint ez, ami nagyon részletesen, aprólékosan van kidolgozva, illetve ez a kép ugyanarról a referenciafotóról, spektrumszínek használatával készült el. Be is bizonyítjuk azt, hogy nem azon múlik egy képnek az elkészítése, hogy jó-e, hogy milyen színű a kép, hanem az, hogy milyen tónusokkal dolgozol. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a színkeverést gyakorolt, hanem lásd a színeknek a különböző tónusait is. Nincs más hátra, mint válasz a csomagok közül. Négy csomag közül tudsz választani, attól függően, hogy milyen szintre szeretnél eljutni a festésben. Várunk a képernyő előtt szeretettel!